Jól indul az idegen légióskodás az Albacomptól Katalóniába szerződött magyar válogatott kosaras Hanga Ádám számára. Csapata a Manresa tavaly a tabella alján végzett, most ott vannak az első négyben, a Barcelonával és a Real Madriddal. Ádámnak is jól megy a játék, a beilleszkedés a témánk, menedzserével Lóránt Andrással, és az irányító is itt lesz velünk telefonon keresztül mindjárt. Jó reggelt, szia Andris! Jó reggelt! Úgy fest, nagyon bejött a számításotok, nem? A csapatválasztásra. Én úgy gondolom, hogy az első lépéseket sikeresen vettük, illetve az akadályokat. Az Ádám kint, azért a nagyobb munka azért most ilyen pillanatban őre hárul, és szépen előre megyünk fokozatosan. Az, hogy ez az egész csapatválasztás szerintem azért ez a szezon második felében, de az első jelek, illetve tapasztalatok rendkívül pozitívak. No, hát akkor hallgassuk meg Ádámot, elvileg itt van a telefonvonalban. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó reggelt! Ádám, hogy érzed magad? Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam. Ugye most már több mint két hónapja itt vagyok, úgyhogy nyilván az elején, ahogy szokták is mondani, ugye nehéz volt a beilleszkedés. Nehéz. Na várjál, de bocsáss meg, mi volt ilyenkor, neked mi volt a legnehezebb? Hát az volt ugye nehéz, hogy ugye 6 évet töltöttem Fehérváron, nyilván ugye magyar közegbe, közel volt a családom, barátok, minden, és itt nyilván ez volt talán a legnehezebb, hogy ezt feldolgozni, hogy eljöttem otthonról, és itt tulajdonképpen egy új életbe vágtam bele. De ettől függetlenül jó volt, nagyon jó, jó most is. Akkor jó magas volt a telefonszámlád az első hónapokban, nem? Nem, hála Istennek, ugye most már az internet világában most már könnyen el tudtuk érni egymást, úgyhogy nem volt semmi gond ezzel. Ádám, miben különbözik, hogyan tudnád leginkább jellemezni a spanyol bajnokság a hazai közektől? Hát leginkább abban nyilván a ritmus mindenféleképpen más, ezért nehéz is volt az elején. Sokkal keményebb volt, nagyon gyorsan elfáradtam, még már a meccs elején is, úgyhogy ez mindenféleképpen teljesen más, mind védekezésben, mind támadásban, valamint szerintem abban különbözik még, hogy talán itt jobban csapatként játszanak, ugye itt tulajdonképpen 10 vagy 12 ugyanolyan képességű játékos van a csapatban, és sokkal jobban tudja rotálni a csapatot az edző. Ezért nyilván ugye jobb minőségű lesz a játék ezzel, mert nyilván ugye egy ember szerintem 40 percig nem tud maximális teljesítményt nyújtani, és itt ugye egy 20 percekre leoszlik emberenként a játékidő, és ezen nyilván egy jobb minőségű játékot tud hozni az ember. Mi az, amiben eddig látva saját magadat és a teljesítményet, ami egyáltalán nem volt rossz, sőt, szóval amiben még sokat kell fejlődnöd, ott abban a közegben, abban a csapatban? Hát nyilván azért idő kell nekem is még, de mindenféleképpen volt az elmúlt meccseken elég sok eladott labdám volt, úgyhogy mindenféleképpen abban még szeretnék fejlődni. Remélem, hogy nyilván ez a ritmus felvételére, amit mondtam is, hogy ez fejlődni fog. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy például védekezésben tudtam előre lépni ez alatt a 2 hónap alatt is, úgyhogy már megérte tulajdonképpen. Ádám, mikor jössz legközelebb haza? Hát nagyon reménykedek, hogy karácsonykor tudok menni egy-két napra, de nem vagyok ebben nagyon biztos, mert 18-án és 28-án is lesz fordulónk, úgyhogy meglátjuk. Egyelőre még meg se kérdeztem, hogy lesz a karácsony, de szerintem még ők se tudják, de ha nem, akkor legkésőbb, akkor április után. De hogyha a válogatott hív, akkor mindig repülsz, igaz? Persze, ez természetes, ez nem is kérdés számomra. És azt mondd meg még végül, hogy mit szólsz hozzá, hogy lehet, hogy külföldi kapitánya lesz a magyar válogatottnak. Van rá esély, bőségesen. Én úgy gondolom, hogy ha egy jó edzőről van szó, teljesen mint, hogy most az magyar vagy külföldi. Én amiket olvastam, cégeket úgy láttam, hogy magyar edzők nem is nagyon vállalták, vagy egyelőre nem mondtak igent, vagy nem vállalták. Úgyhogy én meglátjuk, hogy milyen lesz, de még az nagyon messze van, úgyhogy ettől függetlenül várom már azt is, hogy a nyáron megint összejöjjünk, és esetleg kijavítsuk azt a hibát, amit most ugye nyáron nem sikerült ugye kvalifikálni magunkat, vagy kijutni az EP-re. Ádám, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és jó munkát, meg jó készülést, meg jó meccseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Andris, akkor folytassuk innen. Egyszerű eset, Ádám? Mármint, hogy a beilleszkedés szempontjából.
Nagyon nagy dolog volt, tehát azon nagyon fontos, hogy már februárban elkezdtünk beszélgetni ebből a csapattal, és már amikor vége lett a szezonnak, ami most már ugye nem titok, de már a döntő alatt a szerzését aláírt az Ádám, szóval készült rá a csapat. Tudták, hogy az Ádám menni fog, és hogy beszeretnék építeni, hát, hogy nagyon sok munka lesz az Ádámmal, de tudták, hogy ő, ha nem is az a biztos pont, aki majd meghatározza az első évben, de nem augusztusban lett szerződtetve, ami nagyon-nagyon fontos. Na most azt mondd meg, hogy ilyenkor a beilleszkedésnél, meg egyáltalán a játékos támogatásánál te, meg a tesód, szóval, hogy milyen intenzív a jelenlétetek, meg mi az a legfontosabb elem, amiben rátok szükség van? Én, amit tehát az én részemről, amit én meg tudtam oldani, hogy amikor augusztusban kiutaztam az Ádámmal, és az első napokban mindent elintéztünk, itt gondolok lakásra, azért a mediterrán életforma, illetve ez a ráérünk, és akkor majd holnap elintézünk. Abszolút. Általában nagyon, a majd holnap hét legzsúfoltabb napja. Nagyon. Spanyol. Így van. Nagyon-nagyon jellemző volt. Itt gondolok a kis dolgokra, az internet, az autóra, az alapvető dolgokra, ami hiányzott a lakásból. Illetve azért nagyon jól jött le a klubnál, és hogy ott voltunk a legején azóta. A kérdésemnek a másik felére válaszolva, havonta 3-4 napot kint vagyok. Kint voltam a szezonnyitón, és most novemberben megyek ki a második felében. Petivel meg, a Peti azért most már 6. év van kint. Nagyon sokat beszélnek, ugye emberek is nagyon kapcsolat van kettőjük között, szóval amit tud segíteni, azt megoldja, de mondom, hogy a nagyobb részét azt úgy gondolom, hogy itt megoldottuk, és most a következő lépcső fog majd a spanyol nyelvtanulást az év vége felé. Sokat szakmáztok egyébként? Mert ugye vannak az emberi része, meg a megszokás, meg az új közeg, amit a tesód aztán igazán jól ismer, na de szakmázni is kell, nem? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól működik, mind a kettőnek meg kell lenni helye. Az, hogy a Mandrézában nagyon jó szakemberek vannak, rendkívül jól látják a dolgokat, tehát a világ legjobb bajnokságáról beszélünk jelen pillanatban. Én megpróbálom az én meglátásaimat is mondani, és az emberi pluszt, illetve pozitívokat is hozzáadni azon a beszélgetéseknek. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül jól működik az Ádámmal, és nagyon tiszta, őszinte kommunikáció van kettőnk között, szóval tudunk egymásra számítani. Mi a, ezen az úton kell tovább menni. Mi ennek a szezonnak a végén szerinted a realitás, mi lehet az igazi cél? Ádámnak nyilvánvalóan az egy stabil játék, ami egyelőre nem áll rosszul, de mi lehet a csapattal együtt? Én azt gondolom, hogy amikor kint voltam, pont leült a két edző, akik nagyon keveset beszélnek angolul, és nagyon jó voltam ott végighallgatni. Kicsit is vicces is volt, és ilyen helyzetben nevettek, hogy egy prezentációsan elmondták, hogy mi a terve a játékosról és a csapatnak, és azt mondták, a legjobb 10 a csapatba kell lenni. Most volt verseny a másikak, nem jelent semmit, ugyanis olyan kicsi egy-két győzelem most bekerülhetnek majd a középmezőnybe is. Ez a cél csapat szinten. Az Ádám szinten meg az, hogy ezt a játékot, amit az első 4 fordulóban hozott, ezt kell tovább vinni, és amit ő is mondott, az eladott labdák, illetve az, hogy volt már, hogy 14 pontot dobott, de az elmúlt 4 forduló alapján simán ezt a 10 pontos átlagot úgy néz ki, hogy tudja dobni. Csak oda kell figyelni a büntetőkre és azokra a dolgokra, amit ő nagyon-nagyon jól tud, hogy mi az. Mennyire láttok előre? Tehát függvényében az ő sikereinek, az ő játékának, mennyire tudtok előre tervezni ennél a csapatnál? Azért érzem a kérdésnek, hogy igazából is mire kérdezheti talán itt, hogy hogyan lehet a következő évek. Én azt mondom, hogy ne menjünk előre. Uh-huh. Hogy nézzük meg, hogy Spanyolország, meg hogyan alakulnak a dolgok, és várják. Én azt mondom, hogy örüljünk, aminek most lehet örülni. Ezt a munkát, amit kint csinál, és ezért hangsúlyozom, mert nagyon-nagyon koncentrált munkát végez. Ez látszik is rajta, ugye minden héten kapjuk a friss fotókat róla, hogy ez a fizikumonás látszik, és a védekezés, és azt ki kell emelni, hogy fejlődött már. Van még mi, de fejlődött, és látja, hogy merre tovább. Hogy én azt mondom, menjünk szépen tovább, és a fokozatosság elve, amit már többször is hangsúlyoztunk, és meglátjuk, hogy... Hát ez egy világos válasz, akkor most nem kell itt álmodozni, meg tervezni hosszú évekre, itt kell napról napra illeszkedni be, és egyre jobban teljesíteni, aztán majd az élet hozni fogja a megoldást. Ha elkezdünk álmodozni, akkor ugye a legnagyobb hibát elkövetjük. Akkor adja a labdákat leginkább, így van, és akkor nem a jelennel foglalkozunk, és most az a legfontosabb, hogy a jelenben minél nagyobb lehetőséget, az a bizonyos tortát. Két sérült játékos van most a Mandrézában, az Ádám az elmúlt hetekben jól teljesített, szóval így most azon a bizonyos szamár létrán talán egy picivel előrébb került. A válogatott is fontos? Nagyon fontos. Nagyon? Persze, ez mind a kettő fontos. Az, hogy nyáron majd, hogy említett is, milyen szövetség kapján, ez egy másik dolog, de... Az jó lesz a külföldi edzőre szerinted? Én az, hogy valakinek milyen az útlevele, én ezt nem tartom fontosnak, mint az, hogy milyen... Mint szemlélet megpesdíti a magyar kosárlabdát, hogyha külföldi szakember. Én már láttam olyan szakembert is, akinek szemlélete más, azért, mert valaki külföldi, az nem biztos, hogy jó ez, hogy bármilyen kultúrára van, az embert nem úgy ítélem meg, hogy útlevél vagy, hogy milyen hova tartozás.
meglátjuk, hogy ki nyeri ezt a illetve, hogy ki fogja beadni, és akkor utána milyen szakember leteszi a programját. De ez mondom, ez megint egy hosszabb történet, ami majd csak ugye nyáron fog körvonzolni, ahogy én most látom. Akkor visszatérünk még rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.